Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. Nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget a parlamentben az átlátható kampánytevékenység érdekében javasolt kormánypárti törvénymódosítás, vagyis az úgynevezett plakáttörvény. A fideszes Kósa Lajos, Halász János, Répási Róbert és Vas Imre előterjesztése a Törvényalkotási Bizottság eljárásában jelentősen módosult, de a szerdai parlamenti zárószavazáson sem az összegző módosító javaslat, sem az egységes javaslat kétharmados részei, amelyek gyakorlatilag lefették a teljes indítványt, nem kapták meg a szükséges számú szavazatot. Az ellenzék soraiból csak a DK színeiben politizáló Olá Lajos hiányzott, a párt közlése szerint egészségügyi okokból, így a kormánypárti képviselők nem voltak elegendően a minősített többséghez, az ellenzék ugyanis egységesen ellenezte a javaslatot. A magyar rendvédelmi szervek felkészültek a nyári magyarországi rendezvények fokozott biztosítására, nyilatkozták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülése után a testület tagjai. Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke azt mondta, az ülésen a szervek rendkívüli felkészültségről számoltak be. Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek az olyan tömegrendezvényekre, mint a Vizes Világbajnokság, a Forma 1-es futam, a Sziget Fesztivál, a Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál és a Balaton Sound, sorolta Molnár Zsolt. Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnökének beszámolója szerint Papp Károly, országos rendőrfőkapitány az ülésen azt mondta, az emberek eligazítását, képzését, feladatszabását tekintve felkészültek, és a műszaki pénzügyi feltételek is biztosítottak. Tudomásul vette a csillaghegyi öblözetben a Dunaparti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítményről adott tájékoztatást a fővárosi közgyűlés, amely egyben felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy gondoskodjon az árvízvédelmi létesítmény megvalósításához szükséges engedélyezési eljárások megindításáról. A testület erről 18 igennel, 4 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett döntött. Több ellenzéki fővárosi képviselő a vitában arról beszélt, hogy a hiányos dokumentumok miatt bizonyos tervek ismerete nélkül nem lehet a kérdésben felelősségteljes döntést hozni. Tarlós István kiemelte, a védmű ügyében már 5-6 szakvélemény készült, és már nincs idő várni, mielőbbi megoldásra van szükség. A fővárosi közgyűlés ülésén Bagdi Gábor főpolgármester helyettes visszavonta a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás lefolytatása útján történő értékesítéséről szóló javaslatát. Meg lehetett volna akadályozni valószínűleg annak a 71 embernek a halálát, akik megfulladtak egy magyar rendszámú hűtőkamionban Ausztriában 2015. augusztusában, jelentette a Süddeutsche Zeitung című német lap és 2 német regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk és a Westdeutscher Rundfunk közös tényfeltáró munkacsoportja. A magyar hatóságok ugyanis lehallgatták az embercsempész banda telefonjait, de nem léptek közbe, mert a beszélgetéseket későn fordították le és értékelték ki. A német lap szerint a magyar hatóságok túlságosan későn kezdtek hozzá a lehallgatott felvételek lefordításához és elemzéséhez, ezért valószínűleg nem tűnt fel nekik az embercsempészek életveszélyes tevékenysége. A magyar illetékesek többszöri érdeklődésre sem adtak felvilágosítást arról, hogy pontosan mikor értékelték ki a felvételeket. Külpolitikai híreink. A Scotland Yard szerdai tájékoztatása szerint legalább 12 halálos áldozata van a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban hajnalban kitört tűzvésznek. A londoni rendőrség hangsúlyozta, hogy várakozása szerint az áldozatok száma növekedni fog, mivel a vizsgálat még nagyon korai szakaszban jár. A közlemény szerint valószínűleg több napig eltart a 24 emeletes, 120 lakásos épület teljes átkutatása. Az épületet kiürítették, és a kimenekített lakók közül sokan orvosi ellátásra szorulnak, áll a Scotland Yard beszámolójában. Nem sokkal korábban a londoni mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínre vonult egységei 50 sérültet szállítottak 5 londoni kórházba. Több lövést adtak le Steve Scalise amerikai képviselőre Virginia államban, a képviselő megsebesült, jelentette az amerikai média.
A jelentések szerint a lövöldözés egy republikánus kongresszusi csoport reggeli baseball edzésén zajlott le Alexandria városban, Washington közelében. Egy férfi puskával adott le lövéseket a sportoló képviselőkre, az edzésen jelenlévő biztonsági őrök viszonozták a tüzet. A rendőrség őrizetbe vette a lövöldözőt. A lövöldözésnek több más sebesültje is van, köztük két rendőr. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy az 51 éves republikánus Scalise sebesülése mennyire súlyos. Kórházba vitték, az első hírek szerint állapota stabil. A német kormány támogatja az Európai Bizottságot a menekültek Európai Uniós tagországok közötti elosztásában, mondta Ulrike Demmer helyettes kormányszóvivő Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásról berlini sajtótájékoztatóján. Ulrike Demmer kérdésre válaszolva teljesen megszokott lépésnek nevezte, hogy a bizottság az EU működését szabályozó szerződés őreként eljárást indított a három tagországgal szemben, hiszen többszöri felszólítás ellenére nem teljesítették a menekültek elosztásáról hozott döntésből fakadó kötelezettségüket. Az ukránok 70%-a szerint az országukban olyan helyzet alakult ki, amely rövid időn belül egy újabb, korábbi két hatalomváltó tömegmozgalomhoz, azaz a 2004-es narancsoshoz, illetve a 2013-14-es EU integrációshoz hasonló nagyszabású majdan tüntetésekhez vezethet. Derült ki abból a felmérésből, amelyet a Writing ukrán közvéleménykutató csoport nemrég végzett. A közvéleménykutatásban résztvevők csaknem 40%-a válaszolta azt, hogy készen részt venni tömegdemonstráción, ha azt a közeljövőben szerveznék meg. A megkérdezetteknek körülbelül a fele viszont nem csatlakozna a megmozduláshoz. Izrael visszaküldi állomás helyére új-zélandi nagykövetét, akit decemberben azért hívtak vissza posztjáról, mert Új-Zéland az ENSZ biztonsági tanácsában támogatta az izraeli telepes politikát elítélő határozatot, írta a Yediot Ahronot. Sajnálom, az izraeli új-zélandi kapcsolatokban keletkezett kárt, amelyet Új-Zéland a BT-ben a 2334-es számú határozat indítványozásával okozott, hangsúlyozta Bill English új-zélandi miniszterelnök levelében, amelyet a jeruzsálemi külügyminisztérium közleménye szerint a diplomáciai kapcsolatok teljes helyreállítása előtt Izraelbe küldött. A Haaretz úgy tudja, hogy több hetes intenzív háttéregyeztetés vezetett a féléves diplomáciai válság megoldásához, amelyet Gary Brownlee, új-zélandi külügyminiszter Benjamin Netanyahu miniszterelnökhöz korábban eljuttatott levele gyorsított fel, hiszen ebben új lapnyitását kezdeményezte a két ország kapcsolatában. Gazdasági híreink. A magyar külgazdaság szempontjából történelmi jelentőségűnek nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy első alkalommal írt alá a magyar kormány gazdasági együttműködési megállapodást az Amerikai Egyesült Államok egyik államával, illetve Magyarország a világon az első ország, amellyel Indiana állam ilyen megállapodást köt. Az aláírás után a külügyminiszter hangsúlyozta, az Amerikai Középnyugati Szövetségi Állam és Magyarország területe csaknem ugyanakkora, és számos hasonlóság van gazdaságpolitikai törekvéseik között. Példaként említette, hogy mindkét helyen a gazdasági növekedés motorjának a munkahelyteremtés tekintik, és a képzésekre helyezik a hangsúlyt. Alacsonyak az adók, logisztikai szempontból pedig mindkét terület meghatározó helyen van a saját térségében. A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú idei rendezvények előkészítésére és lebonyolítására több mint 1,5 milliárd forintot kap idén a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT, illetve a Hungarofest nemzeti rendezvény szervező non-profit Kft. A 2017-es költségvetés terhére és átcsoportosítással. Az összegen belül a támogatás mértékét és a kedvezményezettek közötti arányát a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg, jelent meg a kormány határozata a magyar közlönyben. Forrásként 1,1 milliárd forintot biztosítanak a központi költségvetésből a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, míg a fennmaradó 456,5 millió forintot a Honvédelmi Minisztériumtól csoportosítják át a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Sporthíreink. Böde Dániel a Ferencváros labdarúgója marad, Hajnal Tamással pedig hosszabbítana a klub, mondta Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója. Böle Lukács, Priskin Tamás, valamint az uruguayi Fernando Gorriarán érkezését már bejelentette a Ferencváros. Orosz Pál ezt azzal egészítette ki, hogy soroksári kölcsönjátékot követően már az MB2-ben 23 találattal gólkirály Lovrencsics Balázs is tagja az első keretnek, míg Hajnal Tamás szerződés hosszabbításáról most ülnek le tárgyalni. Böde Dániel biztosan marad
marad az Üllői úton, kommentálta, egyben kacsának minősítette a válogatott támadó esetleges távozásáról szóló híreket. Híreinkről bővebb információt a www.broyerpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok! Üdvözlök minden kedves nézőt! Fronthatás ma nincs, így a fáradtságérzetet a munka vagy a túlzásba vitt aktív pihenés okozhatja. Ma túlnyomó a napos időre számíthatunk. Felhő elvétve lesz csak az égen, és esővel sem kell számolni. 25 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap viharos széllel érkezik a hidegfront. Északnyugat felől több hullámban növekszik meg a felhőzet, és északkeleten több felé, máshol elszórtan várható zápor, zivatar, és ezektől függetlenül több helyen viharossá fokozódik a nyugati, majd az északnyugati szél. De még meleg időben lesz részünk, 28 fok körül alakul a maximum. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, várom Önöket holnap. Viszontlátásra!